Még mindig sokan jelentkeznek jogászképzésre, a végzettek száma is kiemelkedően magas. Ezt mutatja az is, hogy a tavaly térségünkben meghirdetett 4 bírósági fogalmazói állásra 18-an jelentkeztek. A Nyíregyházi Törvényszék tájékoztatóján az elnök kiemelte, a szakmai színvonal megtartása, emelése fontos feladatuk, ezért döntöttek úgy, hogy Debrecen után itt is elindítják az úgynevezett jogi klinikát a Debreceni Egyetemmel karöltve. A cél, hogy gyakorlatban szerezzenek tapasztalatot a hallgatók. Erre a hallgatók úgy jelentkezhetnek, hogy meg van határozva ilyen tantárgyfelvételi előfeltételként bizonyos tárgyak, hogy a közigazgatási ügyszakba, a közigazgatási jog, a munkaügyi ügyszakba, pedig a munkajog nevű tárgy teljesítése. Általában jelentős a túljelentkezés, így aztán válogatnunk kell a hallgatók között. Ez általában tanulmányi eredmény alapján a legjobbak, legkiválóbbak, legmotiváltabbak juthatnak be erre a jogi klinikai programba. A dékán hozzátette, tényleg a legmotiváltabbak jelentkeznek a programra, hiszen ezt a lehetőséget szabadon választható tantárgyként hirdetik meg a jövő tanévtől. Kreditekért és szakmai tudásért gyakorlatoznak majd a hallgatók, velük instruktorbírák foglalkoznak majd. A Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon összesen 8 bírót foglalkoztatunk, 4 bírót a munkaügyi ügyszakban, 4 bírót a közigazgatási ügyszakban. Az egyetem által történt kijelölés, illetve javaslatot követően mind a két ügyszakban, tehát 3 főt tudunk foglalkoztatni a munkaügyi ügyszakban, joghallgatót és 3-at a közigazgatási ügyszakban. Mind a két ügyszakból egy-egy bíró fogja őket instruálni, tehát egy közigazgatási bíró és egy munkaügyi bíró. Az ügyes joghallgatók pár év múlva akár a Nyíregyházi Törvényszéken is dolgozhatnak. Bíró egyébként az a jogász lehet, aki pályázásakor többek között már betöltötte 30. életévét és szakvizsgát is tett.